voltunk egy kiállításon, az volt a neve, hogy Autotech Future, itt nagyon sok autóipari beszállító cég állított ki, magyar cégek is, külföldi cégek is, tehát mindenki, nagyon sokan állítottak olyan, akik valamilyen formájú autóalkatrészt árusítanak. De voltak dupla kuplung gyártók, tehát a dupla kuplungos automata váltókhoz dupla kuplungot gyártott, tehát nagyon sokféle, nagyon színes volt a felhozatal. Olyan szakember volt a segítségünkre, aki gyakorlatilag minden nap ezzel foglalkozik, úgyhogy szerintem érdekes lesz, nézzétek meg. Nem olyan fölvesszük? De. Baj? Aha. Tehát ez a száraz dupla kuplungos DSG. Igen, a dupla kuplungos 7 fokozatú váltó. Tehát gyakorlatilag 250 Nm-ig szereli be a Volkswagen csoport jelen pillanatban a gépjárműbe ezt a száraz dupla kuplungot. Az egyes számú kuplungtárcsán vannak a páratlan fokozatok, a kettes számú kuplungtárcsán vannak a páros fokozatok. Abból lehet megkülönböztetni, hogy melyik, hogy az egyes számú kuplungtárcsa, amin az egyes fokozat kicsit van, nagyobb. Kicsit nagyobb, pont amiatt, mert ugye van az autónak kószása, és alapvetően ott több hőt kell elvezetnie. Nem egyforma a két kuplung, ugye ezen van rajta az 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es fokozat, illetve 2-es, 4-es, 6-os és a hátramenet. Kettős tömegű lentkerékkel van összepárosítva a rendszer. A kettős tömegű lentkeréknek a másodlagos tömegét viszont ez a kuplung szerkezet maga adja. Vagy a kuplung szerkezet az. Ez a hozzátartozó kettős tömegű lentkerék, és ez adja, ez az elsődleges tömeg tulajdonképpen. Érdemes megfigyelni, hogy a rugó az nem kettő darab rugóból áll, hanem négy darab rugóból, hiszen itt belül található egy még kisebb rugó, amiatt, hogy különböző csillapítási szinteket tudjon maga a kettős tömegű lentkerék biztosítani. Gyakorlatilag a rendszer kialakítása olyan, hogy egy reteszelő mechanizmus segítségével a kuplung egyféleképpen illeszthető csak be a lentkerékbe. Hát a bolond biztos. Bolond biztos a rendszer. Ugye tudni kell azt, hogy mivel ez a másodlagos tömege, a maga a kuplung szerkezet, a másodlagos tömege a kettős tömegű lentkeréknek, tökéletesen ki van centírozva a másodlagos tömeg és az elsődleges tömeg is. Ezen tud jobbra-balra bizonyos mértékben mozogni amennyire maga a kuplung rendszer. Ennek a terméknek a gyártása és összeszerelése nagyrészt itt történik Szombathelyen. Vannak bizonyos alkatrészek, amik Németországból érkeznek, mint például a lentkeréknek az elsődleges tömegének az alaplapja. Viszont maga az ívelt rugógyártás, az összeszerelés, illetve a kettős kuplung vagy dupla kuplungnak az összeszerelése az itt történik Szombathelyen, a szombathelyi gyárban. Ez nem kinyomó, hanem benyomó szerkezet, ugyanis egy mehatronika kívülről gyakorlatilag rászorítja a kuplung nyomólapot a köztes tárcsára, erre a vastag köztes tárcsára, és így adja át a motor nyomatékát gyakorlatilag a sebességváltó felé. A dupla kuplung amiatt, hogy egymásba van kapcsolva ugye két fokozat folyamatosan, tehát amikor az egyes fokozatból elindul a gépjármű, a kettes fokozat már be van készítve, és hogyha alapvetően nem oldott állapotban lenne alaphelyzetben a kuplung, akkor egy meghibásodás esetén szétrobbanna a sebességváltó. Egy hagyományos kettős tömegű lentkereket, tehát kettős tömegű lentkerék, elsődleges, másodlagos tömeg, ívelt rugó, karima, surlódó szabályozó tárcsa, ugye a lentkeréknek van egy csapágyazása, ez lehet akár golyós, lehet akár csúszó csapágy. A golyós csapágyat abból ismerjük fel, hogy nincs billegése a másodlagos tömegnek, cserébe ugye kevésbé terhelhető, alapvetően benzinmotorokhoz használunk golyós csapágyazást. Dízelmotorok esetén megfigyelhető az luktermékek esetében, ami mondjuk a konkurenciánál nem biztos, hogy előszeretettel használunk csúszó csapágyazást, pont amiatt, hogy sokkal jobb a terhelhetősége. Nagyon fontos eleme még a kuplungrendszernek a kinyomó csapágy. Ugyan magát a csapágyat nem itt Magyarországon gyártjuk, de azt is tudni kell, hogy abban az esetben, ha egy kinyomó csapágy zörög, akkor az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy rossz az a kinyomó csapágy, csak lehet, hogy van benne szögeltérés tolerancia. Tehát elképzelhető az, hogy bizonyos billegést föl tud venni maga a kinyomó csapágy, és értelemszerűen ennek a billegésnek, ennek a mozgásnak van egy speciális hangja. De ez akkor hallható, bánunk ez akkor hallható, amikor ki, ez nem amikor ki van nyomva, amikor, amikor visszaengedik. Nem amikor ki van nyomva, hanem amikor álló helyzetben van.
jó? Vagy amikor kireszi mondjuk a szerelő a dobozból magát a csapágyat, megmozgatja egy kicsit, az nem amiatt van holtjátéka, mert rossz maga a csapágy, hanem maga a gyártó, a gépjármű gyártó kérte azt, hogy nem tudta teljesen síkba helyezni váltót magával a motorblokkal, és legyen egy minimális szögeltérés toleranciája a rendszernek. És itt szerelik össze az egészet. Itt szerelik egységé. Össze az tehát egészet, lesz kész viszont azt meg kell jegyezni, hogy nagyon sok gyártó esetében van megkülönböztetés aftermarket, illetve gyári első szerelés között. A mi gyártósorainkon ilyen nem lehetséges. A jelenlegi minőségbiztosítási elvárásaink szerint gyakorlatilag minden termékünk ugyanarról a gyártósorról kerül le. Tehát mindegyik legyen egyforma. Szó gyári első beszállításról, vagy a független alkatrészpiaci felvételről. Az már csak a dobozolásnál derül, hogy melyik pontosan a gyári emblémát és melyik rá, egy központi raktárba bekerül a termék, és onnan vagy raklapon elkerül valamelyik gépjárműgyártónak az összeszerelő csarnokába, vagy pedig sárga-fekete dobozban megtalálható bármelyik magyarországi disztribútornál. Oké, köszi szépen. Köszönjük a felvilágosítást.